Fehér szalaggal jelölték meg azokat a fákat, amelyeket jövő hétfőn vágnak ki a Városgondokság szakemberei az Icsi-ligetben. A területen jelenleg 212 darab fa található, ezek 95%-a japánakác, és van, amelyeket az 1870-es években ültették. A Városgondokság szakemberei folyamatosan vizsgálják a fák állapotát, és ha úgy látják, megritkítják az állományt. Voltak ráutaló jelek, ugye a korukból kifolyólag, hogy komoly mértékű korhadások vannak a belső részben. Ez valamelyik fánál szabad szemmel is látható, valamelyiknél nem volt látható, viszont a műszeres vizsgálat az bebizonyította, hogy ez a jelentős részük a sajnos korhat. Ezen kívül az augusztus 18-ai vihar során, amely az Icsi-ligetben is komoly pusztítást végzett, a fák statikai állapota is meggyengült, ezáltal balesetveszélyessé váltak néhány esetben. A kiválasztott 30 darab fát hétfőn vágják ki a Városgondokság szakemberei, kedden pedig a folyamatosság jegyében megtörténik ezek pótlása. Amit szeretnénk hangsúlyozni, hogy minden fa esetében külön került sor a vizsgálat elvégzésére, speciális műszerek segítségével végezték el ezt a szakemberek, gyakorlatilag benéztek a fába, és az ehhez kapcsolódó ellenőrzési, gyakorlatilag jegyzőkönyvek, vizsgálati anyagok a Városgondokság honlapján minden fa vonatkozásában elérhetőek. Cserpalkovics András hozzátette, hogy az Icsi-ligeti fapótlás után még az idei évben 500 darab fát fognak elültetni a szakemberek Székesfehérvár különböző területein.